Itt vagyok, bocsánat. És találkozód van valakivel? Eimdál van. Hát szeretnék a kovácsról is beszélni, meg a páncélkészítővel is. Ah. Páncélkészítő. Az lehet, hogy engem is érdekelne. Vannak ilyen kimériai ruháim átszabva, de... Már régóta fáj a fogom egy különleges armor setre. Hát én amin gondolkoztam, hát meg akartam kérdezni, mert olvastam már a receptjeikről. Az istenölő feje, az istenölő páncélzata, a csendes királynak a páncélzata, és ami a Kári Steelből. Az utolsó ütést meghagytam neki. Hogy látom, mérgezett pengét használom. Ez csak a fegyvernek a különlegessége. Ez az, hogy mondta? Ez a Venom Infused fegyverek. Azt mondta a Bödvár, hogy egy ilyen különleges sivatagi macska karmainak a fogát rántotta ki, és azt kovácsolta bele a pengébe. Jó irányba megyünk, mert szerintem ott le kellett volna menni a gerincre az utat követve. A szala kitörik a lólába. Amióta ide kerültem, ezt a lovat használom, és még nagyon jól tartom magát. Tessék. Fogadóban tetszik lakni? Milyen fogadóban? Éjjön. A fészekben ilyen kurodák vannak. Én a külterületén van egy ilyen kisebb település. Vannak ilyen kisebb házak. Aztán ott kaptam egy házat, ahova beköltözhettem. De nagy részt nem ott töltöm az időm, hanem kint a pusztán, sátorban. Hát úgy a legjobb. Yeah.
Hát akkor ezen a részen jobb lenne, ha csak átvágtatnánk. Jöv! Yes! Ah, jó, elbírszem. Nem akartalak tarkon vágni. Semmi. Azt hittem, hogy van konkrét célod. Tán... Igen, igen. Megnézzük, itt van a páncélkovács, vagy a fegyverkovács, hogy valaki tartózkodik ilyen faluban. Én aztán nem tudom, hogy pontosan hol laknak, szóval csak követlek. Legutoljára, amikor itt jártam, közel egy órát vártam. Igen. Így van. Hát nekem is nagyon fontos, hogy találkozzak velük, úgyhogy... Hi! Goodbye. Én megvárlak itt, hát ha erre jár.
ahova bekopogtok. Igazán van senki a faluban. Hát akkor hagyj neki egy üzenetet. Azt tudod, hogy hogy kell, nem? Ő természetesen, természetesen. Mondanám, hogy ír neki levelet, de nem hiszem, hogy van. Szerintem sincs még madara. Azért ígyunk meg még mielőtt indulunk bármit is. Hát üzenetet nem hagy? Szerintem még várok. Visszatérek inkább egy vacsorára? Hát, ez a fogadós engem el szokott látni ilyen útravalóval, de esetleg egy friss sör az persze mindig jó jön. Bár elég drágák már ezek. Itt vagyok. Már vagy. Ja, így szézünk meg. Ah, köszönöm. Hát ez nem tudom, hogy ez neked hol sör, ezért, jaj, ez gombos sör, másik meg abszint. És itt akarod a hidegben elfogyasztani, vagy be akarsz venni a fogadóba? Beülünk a fogadóba szerintem. Hát. Nagyon jó ismerősöm adta be nekem ezt a nagyon jó ember volt. Azóta szeret. Hát igen. Innen hiányoznak még a táncosok, meg minden. Finomság. Így van. Mondjuk egy felszolgálósa lenne rossz itt. Pedig elég hangulatos helynek. Lehet, hogy majd szólok ennek az Artúrnak, hogy valamit
Küldjön ide egy ilyen lányzót, valami hasonlót. Lehet írok is neki egy levelet, van nálam egy papír. Csak előbb legurítom az italom. Hol is táncos? Hol van Heimben? Vagy szerint ez egy Heimdall. Elcs. Arthur Harris. Most egy régóta tartózkodik a szigeten? Hát én nem tudom, hogy ez szigete. Hát, mindenhonnan tenger vesz körbe, úgyhogy szerintem az. Ezt a helyet, sziget, tenger? Hát egy pontról van tenger, utána meg sivatag veszi körül. Igen, a sivatag után viszont szerintem tenger van. Hát... Hogy jártam volna már arra felé? Engem, én ide hozottam magam. Azt mondták, hogy... Igen! A legtöbben ide börtönbe kerülnek, ugye, bár valamilyen tett miatt. Én viszont úgy voltam vele, hogy... Olyan emberekkel akarok megmérkőzni, akiket kilök magából a társadalom, és hát, ha itt vannak a legnagyobb kartforgatók. Volt már, aki legyőzte? Még nem, csak maguk annyian. Hát nálunk nem a harcosokból áll a csapat. Még senki nem tudott legyőzni. Nem is tudom, van-e amúgy olyan ember itt, aki csak harcos. Hát biztos, hogy van, nem? Úgy hallottam, hogy voltak a gárdisták. Ó, azok között sem volt annyira nagy harcos egyik sem, csak nagyon jó felszereléseik és fegyvereik voltak. És hogy visszatérhetnek ezek a gárdisták? Hát én reménykedem benne, hogy nem fognak. Mert hogy? Jobb szeretem az anarchiát. Amennyit tudok erről a helyről, ha jól tudom, a királyok még visszahívhatják őket, és még visszaküldhetik ezeket a tollforgatóikat is. Hát én addig örülök, amíg nem látok gárdistát. Az utolsó találkozásunknál egy nagyon jó ember veszett oda, úgyhogy... Remélem nem találkozom közvetlenül. Milyen ember? A régi vezetőnk, aki volt. Egy mágus. Egy var... Egy varázsló. Na igen, Csöppet indulatos volt, de rettentő jó vezető. Csöppet indulatos? Ez mit akar? Hát néha azért haragból döntött. Nem tudok túl sokat a varázslókról, tudnám mesélni? Hát sokat én, na úgyhogy nagyon sokat én se ismertem sajnos, mert nem sokkal azután, hogy beálltam közéjük egy végzetes párbajban a kapitány ellen a fejét vesztette, úgyhogy viszont az a rövid idő, amit láttam tőle, azok a szép jéghidak, amiket tudott készíteni, vagy a élő holtserege, ami volt, kicsit üdesek voltak, de azért jól harcoltak.
Igazán nagy kihívás lenne számomra olyanokkal harcolni, akik hasonló harcmodorra bírnak. És nehezen veszített, vagy könnyen veszített? Ó, nem veszített ő. Szerintem ő nagyon jól tudta, hogy mit készül csinálni. Nem a saját életét akarta szerintem menteni, hanem a mi. Ha a saját életét akarta volna menteni, akkor nem állt volna ki a kapitány a párba jó. Tudta, hogy a kapitány sokkal jobb harcos nálunk. Viszont esze az volt, ugyanis mérkezett pengével a harcot. A gyávák fegyvere. Bár mondjuk én mondom, aki bennem én plusz kardot forgat. Tudod, én Erik, jól mondom, jól emlékszem a nevedre? Igen, Erik. Én háromfajta pengét forgatok, mindig a stílusnak és a helynek megfelelően. Ugye a kardforgatás egyik fő titka az, hogy tudjuk, hogy hol mit használunk. Bárcsak lennének olyan kardok, bár én még nem hallottam róla, melyek képesek felfűteni az ember testében a vért. Így legalább lenne olyan pengém, mely a havasokban megfagyasztja és a sivatagban túlhevíti az ember testét. Hát ilyen pengéről még én sem hallottam. Kalapácsról viszont már hallottam ilyen titkokat, ilyen legendákat. Azt hiszem valami hitmész, olyan hasonló, ízzik a feje neki, de én azokat nem tudom forgatni. Én vagyok hozzá. Hát én nem vagyok igazán nagy harcos. Én erre a fejszére is főre esküszöm. Ez a legjobb számomra. Viszont most szeretnék egy kezes kosatyát, meg is van már, csak a fegyverkovács kellene egy élező véget. Talán kosatyát sikerült vásárolnom egy legendás egy kezes fejszét. Egy pillanatra azt hittem, hogy valaki, aki itt lakik a faluban, de ő láttuk csak egy űr. Én szeretem benne. De nem nagyon látom, hogy bárki mozog. Viszont remélem az első tornán, amit majd megrendezünk, azért részvételét nyújtsa benne. Persze, természetesen. Majd, mivel az én szórakozásom is egy kicsit lejjebb esett, bár örülök, hogy legalább a nevem tovább van öröklődve ezen a helyen, majd talán idővel érkezzek kihívók. Majd kipróbálkozom akkor az arénájukkal. Talán, hogyha leszek hasonló szőrűek, mint én, lehet, hogy még a kardforgatást még, lehet, hogy tovább adom. Mert az idő senkinek sem kedvez, ugyebár. Hát az idő nem. Hát, úgy látom, itt nem fog érkezni senki. Elég szomorú. És ki az, akire vártunk? A páncél és armor kovácson kívül ennek az embernek neve is van? Hát, megmondom őszintén, nem jegyeztem meg egyiket sem. Se a páncél kovácsnak a nevét, sem pedig a fegyver kovácsét. Talán kétszer találkoztam velük. Tegnapodtam le egy rendelés páncélra. Meg egy-két üzletet megkötöttünk, rovat vásárolt nálam. Meg egyszer egy farkas. Ért. Viszont most nagy szükségünk volna a közreműködésére. Mármint a páncélkovácséra, vagy az enyémre? A páncélkovácséra. Tényleg, itt nincsen valahol az a tábla, ami a héjafészeknél is van. Lehet, hogy ide is raknék egy hirdetést.
sajnos nincs, de amúgy igen, már én is tegnap jeleztem számukra, hogy jó lenne kirakni valami táblát. Addig is ott volt az aló? A miénk, vagy hogy az enyém mellett? Igen, az a kék nyergű. Azt szerintem nem. Na hát akkor lehet, hogy érdemes lenne bekopogtatni. Erik, ez a furcsa késre a lábaid között igazán vicces. Állandóan lecsúszik a zsebemből. Hiába próbálom meg a helyére rakni, mindig lecsúszok. Még meleg a nyelektáska. Haló? Pillanatot kérlek, mit áll? Na, ez a mágus. A hangjáról megismerem. Ott van, csak a hölgyikét öltöztetném. Jó napot kívánok. Szép jó napot kívánok. Többiek? Esetleg a páncélkovács vagy a fegyverkovács? Nem tartózkodik még a faluban? Szerintem nem, most éltem én is vissza. A kis kilándulásomból. És tudod, mikor jönnek? Nem tudom. Egyelőre még nem tudom, hogy mikor érkeznek. Át tudnál adni nekik egy üzenetet, ha szépen kérnek? Persze. Erik kereste őket, Wuhan helyemből. Jó, rendben. Esetleg, hogy tudom, hogy Angelon vagy Wuhan helyem közelében jártak, akkor keressenek fel minket. Rendben. Természetesen. Na, és kardfogó tigris találtál már? Ja, nem azért voltam, hogy szépen a varázslózógaimat csináltam. Nézd, már tiszta csupasz ment a hölgy. Nem fázik szegény? Ezt fog, igen, most akartam felöltöztetni. Akkor hagyjuk a öltöztést. Igen. Jó munkát. Köszönöm. Aztán még szabad egy pillanatra. Azt mondta, hogy varázsló. Igen, az volnék varázsló. Azt mondták nekem, hogy a varázslók jó harcosok. Sok trükköt tudnak és igazán kihívás őket legyűjtni. Hát egyelőre ezt a varázslót nem olyan nehéz legyőzni. Mármint? Hát engem. Még nincs meg az összes lük, amit tudnék így harcba használni. Még egy szerelék, mondod? Kardot sikerült azért használni? Itt van, meg mindig. Jó, viszont majd, hogyha te is arra jártok óhelyemben, akkor van neked majd egy ajándék. Nem van. Kicsit raktam le két dolgot el a kardra. Kicsit jobb a szívószága most már. Megállítottam. Ügyes vagy. Jó kalt. Jó kis kalt. Még egyszer akkor én megyek vissza, mert még nagyon sok követ össze kell gyűjtenem az arénához. Lemben. Viszlát akkor, Elik. Maradsz, jössz. Megyek. Úgy érzem, hogy arra próbál célozni a varázsló, hogy hiába kényszeríteném a harcra, sem tudna harcolni. Majd akkor jó, talán mások. De van egy jó varázsló, őt ki lehet hívni, hogyha szeretné. Mi a neve? Nem tudom. Az elég biztos, hogy tudja. Ott van a Hoheimben. Ő is az a varázsló. Próbálja nála. Én most biztos, hogy nem bírnék hatolni. Ja, igen? Akkor jól van. Akkor további szépet tudod, hogy öltözöttem kicsit fel a szegénykét. Az utolsó nagy varázsló az Warren Kál volt itt a börtönben. Majd... A varázsló
rendes egyenlőre nem érkezett. Talán lesznek majd még varázsok. Igazán megküzdenék egyel. Tényleg kicsit illúzióról való, hogy nincsenek nagy varázslók. Majd lesznek. Minden majd csak lesz. Hű. Hello, hello. Tessék? Na, csak látom, hogy hogy felugrott a nézőszám. Mondtam, hogy hello. Ki akartam hívni pár bajhoz a varázslót, de... Nem lett volna értem, nem lenne dicsőség legyőzni a varázsló. Mit láttál? Vigyázzál! Ez nem jó volt, csak egyszerűen hirtelen. Csak megbokrosodtak a lovak. Gyere ide! Hirtelen harcnál jobb mint. Csigabér Ezio. Ó, azért volt rajtuk bunda bőven. Nem csodálom itt éjszakon. De legalább elállt az eső. Ó, nem szereti az esőt. Itt mindig rengeteget esik az eső, és amikor kisüt a nap, akkor szeretem látni, ahogyan szállnak a pelyhek a levegőben. Megnyugtató érzés. Kartforgatás alapjait. A kitánoknál tanultam, az is nagyon szép hely. A ködbe burkolózott városaik. Hegyormokra és szakadékok fölé építve. Egyébként tényleg szép amikor a környezet.
Néha nyugalmat is díjazni kell. Nos és hiány fészekben a fogadóban már sikerült kialakítani a szobákat. Elméletileg Arthur dolgozik rajta. Nem véletlenül vásárolta maguktól azokat a leányokat. Na nekem is meg kéne látogatnom, mert szükségem lenne egy hűtőre. Nem tudom, hogy ad-e el. Eléggé drága a hűtő. Hát szerintem valószínű, hogy fog eladni, mert beszéltünk már róla, és mondtam, hogy a halakat meg kicsit könnyebben el fogjuk neki tárolni. Hát ezt vele kell megbeszélnie. Azt viszont tudom, hogy... én visszalovagolok a éjjafészekbe. Aztán majd még később járok erre. Az én utam amúgy is a kalandozás, felljárkálás, a terep megismerése és magamba szívása. Hát én is így voltam vele addig, amíg ide nem kerültem. Most már több a teendőm és nem tehetem meg, hogy csak úgy ellovagolok napokra. Így jár az, ahogyan szokták mondani, aki kurvának áll. Viszlát, Erik.